Most mielőtt elkezdődne ez a videó, el szeretném mondani, hogy egy applikáció támogatott engem, amit a Google Play-ben tudtok letölteni. Ez nem más, mint a Nox Cleaner. Ez egy telefonos tisztító program, aminek a segítségével a telefonokat tudjátok karban tartani. Arra megkértek, hogy a leírásban, hogyha esetleg tetszik nektek az alkalmazás, akkor írjátok le ugyat a véleményeteket, és úgymond értékeljétek az alkalmazást. Szóval ezzel az alkalmazással tisztítani tudjátok a telefonotokat, és úgymond karban tartani, gyorsítani, vírusokat keresni, és ugye hát ezeket eltávolítani, és hát ja, ez azért eléggé fontos manapság, mert ugye hát az emberek, meg ugye a nézőim is eléggé sokszor már telefonról néznek engem, és nem gépről, és ezért is találtam ezt a cuccot úgymond hasznosnak, hogy én bemutassam nektek. Amint látjátok, itt látható ugye hát, hogy így szkennel le ugye az antivírust, hogy van-e vírus a telefonodon, pedig bemutatom nektek, hogy a játékok legalábbis általában ugye hogy működnek előtte és utána. Ez egy ingyenes alkalmazás, nem kell érte fizetni, nem kell érte semmiféle pénzt kiadni, a letöltési linke ott lesz a leírásban. És hát ja, és még egyszer elmondanám, hogy ebben most nem azért mentem bele, mert hogy Dani a rossz ember, meg hogy minden, hanem azért, mert ez nektek is a segítségetekre válhat, mert sokan telefonról néztek. Szóval ennyi, és akkor kezdődjön is a videó. Istenem, mi volt ez? Ez srácok, na várjatok, valami óriási repülő becsapódott a falunkba, és uram, atyám, mi történt a falunkkal, srácok? Nem már! Oh, Istenem, most lett felújítva pont a kovács, és nem már, ez rémes. Na jó, körbe kell nézni, hogy nem-e találunk esetleg valahol túlélőket, inkább megpróbálom így biztonságosan így a fák tetején, mert nem tudom, hogy történt ez, vagy mi miatt történt ez. Megpróbálok így szépen körbenézni, és miért vannak Iron Golemek? Na várjatok! Miért van ennyi Iron Golem? Ez nem tudom, hogy mi történt, vagy hogy történt, de tele van a... és ott egy falusi. Na várjatok, ott van valamilyen falusi. És beszélget az Iron Golemekkel, vagy nem tudom, de... Ő vajon nem tudom, gonosz, vagy mi mutogat valamit? Na várjatok, lehetséges, hogy ez a falusi miatt csapódott bele a izé? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit csinál, le kéne ellenőrizni, vagy nem tudom, lemegy a föld alá. Na jó, figyeljetek, mindenféleképpen el kellene jutnom a polgármesteri hivatalomba, vagyis ugye a házamba, hogy megszerezzem a diaszettemet, meg... Aj, beleestem a vízbe. Hogy megszerezzem a diaszettemet, mert ott van elrejtve az ilyen nagyon fúdos diacuccom vészhelyzet esetére, és hát ez eléggé vészhelyzetnek tűnik. Szóval valahogy el kéne érnünk, úgyhogy ne nagyon vegyenek észre engem ezek a nem tudom kik, és hogyha nagyon jól hallom, akkor ajaj, itt még robbangatnak tovább, aha, ott mászkálnak, jó, meg kéne próbálni valahogy így, jó, oké, be tudtunk jutni, jó. Az emeleten van elrejtve, na várjatok, aj, de nagyon szétment, jó, szerencsére ez még nincsen szétszedve, jó, oké, és azt hiszem, hogy így is van, oké, ide van elrejtve. Egy védelem 4-es szettem van itt, és egy éleség 5-ös kardom, meg hát jellegé, még pár poti, meg ópialma. Jó, ezzel ki kéne valahogy írtani nekünk a izét. Ki kéne valahogy ezeket írtani innen a vasgólemeket, na várjatok, hol vannak? Hol vannak? Na gyertek ide, na ilyenkor legyetek nagy fiúk! Jó, az beleesett a vízbe, na mindegy, van hátra kettő is a kardomon, nem éppen szerencsés. Na mindegy, na gyere, jó, ajajaj, nagyon-nagyon magasra fel tud lökni, úristen, jó, oké, egy meghalt. Ott van még egy, azt is gyors megöljük, gyerünk, jó, hogy mi, riadó van, jajajajaj, ez a falus lesz, jó, bújjunk el, kíváncsi vagyok, hogy most mit fog csinálni, vagy mit fog történni. Ez igaz, József, jajaj. Valami... nem tudom, most kíváncsi vagyok, hogy mit fog csinálni, vagy egyáltalán ki ez, vagy ez biztos, hogy ellenséges-e, vagy nem ellenséges, ki kéne valahogy derítenünk. Nem tudom, hogy merre megy, bement a izémbe. Az én házamba van. Mit keres az én házamba? Na jó, figyeljetek, nem érdekel, nem... riadó. Jajaj! Jó, mindegy, megadom az összes Iron Golemet, mert azután törődök a falusival. Most egyelőre most ezeket inkább öljük meg, aztán, ja... inkább ezekkel legyünk meg, mint hogy előbb belevágjunk a mélyébe, jó, oké, nem is rossz. Héte, mit képzelsz, mit akarsz itt? Jajaj, észrevett, ajajajajaj,
Halló, állj már meg, légy szíves, egy kicsit, állj már meg, na figyelj, tárgyaljunk. Te ki vagy, és mit keresel itt, és miért vagy itt? Mert nem nagyon látlak még, gyere ide, jövök, mondjad. Figyelj ide, ezt te csináltad ezt az én falummal? Ez a te műved volt, vagy nem tudom, tehát hogy te csak egyszer így ide kerültél, tele, hát miért akarod azt tudni? Azért, mert az én falum, az én tulajdonom, ezek az én népem, és mit ütögetsz te engem? Ne legyél ilyen nagy, izé, nagy legény. Értem. Ezt, hogy érted. Nem, nagyon-nagyon nem érted. Ez én falum, és te betolakodtál ide, amihez nagyon-nagyon nincsen jogod, szóval megkérlek szépen, hogy hozz el innen. Jó? Menj el innen szépen. És ha te voltál, akkor készülj a halálra, mert biztos izé. Hát mondjuk úgy is, mondhatjuk úgy is, hogy én tettem. Szóval te voltál. Igazából. Aha. Szóval te voltál. Értem. Remélem tudod, hogy most meg fogsz halni. Vagy életed végéig börtönbe. Eltérítettem egy repülőgépet és ide csalpódott. Srácok, én most megölöm. Mit képzelsz el magadról? Hallod? Aha. Te ilyen nagy zékemény vagy, hogy diaszed meg mindenbe tudod, jó? Vegyünk be szépen egy gyorságpotit, srácok. Le kell őt győznünk. Hogy felrobbantotta a falumat. Véged, halandó. Ejha, nagyon nagyra vagy magaddal, hallod. Felrobbantotta a falumat. Nincs ehhez jogod. Hogy merészelted felrobbantani a falumat? Te, édes Istenem, miért kell ilyenet csinálnia valakinek? Hogy lehetsz ennyire gonosz, rossz lelkű, nem tudom mi. Biztos, hogy véged van. Tehát ez készülj fel, és nem tudom, hogy tudsz te tűzgolyókat okádni magadból, de... nem túl szép dolog, főleg úgy, hogy szétrobbantottad a falumat. Srácok, meg kell büntetnünk ezt a falusit, aztán nem tudom, hogy lesz egyáltalán újraépítve a falunk, tehát... Istenem, lehet, hogy el kell mennünk ebből a faluba, vagy nem tudom, mit kéne csinálni. Valahogy muszáj lesz ezt megoldani. Tovább robbantod? Na jó, ezt nem fogom hagyni. Ne már! Szegény házam! Hogy merészelted? Te leszel a következő, aki felfogsz róla. Ha, béna. Egyszerűen, hogy béna vagyok. Te vagy a béna. Te fogsz meghalni kettőnk közül, szóval készülj is fel szépen rá. Szétrobbantottad az egész falumat. Nem hiszem el, miért kell ezt csinálnod? Ezt elhitted? Én hittem el, hát te hitted el pontosan. Ezt inkább te hitted el. Meg fogsz halni. Úgy van, szépen úszkálj egy kicsit. Ja, átlöktem a túloldalra. Na várjátok, meg vissza oda kéne menni. Gyors, valahogy muszáj lesz megölnünk, srácok. Nem! Ne íjazzál már, légy szíves, köszönöm szépen. Béna vagy, te vagy a béna, hallod, te csak távolról mersz. Ne, nem hiszem el. Hagyd már abba a robbantást. Hagyd abba, ez neked nagyon nincs jogod. Szóval szépen ezt befejezed, és ilyen többet nem lesz. Be kéne venni egy OP-t. Nem kéne azért meghalni. Lehet, nem hiszem, hogy azért ez a gagyi kis falusi ellen valahogy is meg tudnék halni, hát azért eléggé béna, nem hagyom abba, megöllek. Te fogsz engem megölni, hát ezt tényleg te nagyon-nagyon benézted. Srácok, ez a falusi simán elhiszi magára, hogy minket meg fog tudni ölni. Főleg úgy, hogy most tökre dühös vagyok, mert felrobbantottad a falumat. Tehát, édes Istenem, felrobbantja a falumat, megfogja azt, ennyi. Ez nagyon gáz. És az a gond még mindig, hogy nem tudom, hogy lesz újjáépítve, vagy... Lehet, hogy ennek a falunak búst is mondhatunk igazából teljesen, mert ez így egyszerűen megjavítatlan már szinte. Istenem, elfoglalom a falut, nagyon-nagyon elhitted ezt is, barátom. Együttés a mopjait, így akarod elfoglalni? Nézzük az összes együttés, ennyit erről, látod mind együttés, ennyi volt, easy. Csá, neked is mindig meghalt. Ezek is mind egy, jó, ezek nem egy ütés, ezek kettő ütések. Ami nem tudom, hogy a bossziknak miért van ilyen nagy izéje. Nem tudom, tök sok ütés kell nekik ahhoz képest, hogy izé. Ők csak bosszorkányok, úgymond. Na mindegy, gyerünk, na gyere ide! Hallj meg fogsz halni! Véged lesz, bro! És bro, hát nem brózlak le én téged, te ilyen gonosz vagy. Te most végig szépen meg fogsz halni, még mindig van olyan bobokat. Nem tudom, ajaj, giant zombi, meg mindenféle izét lesz, ez nem túl jó. Ez nagyon-nagyon nem túl jó, de nem érdekel, én így is ne fogom győzni. Gyerünk srácok, gyerünk, meg kell ölni! Jó, oké, beveszünk még egy ópiamat, már nincsen azért annyira nagyon sok hátra. Jó, ezt a boszt is megöljük, mondjuk ő amúgy a saját falusiát izéli. Mérgezgeti, ami az a durva. Na gyere, ne izéljél, lögdöss engem bele a vízben, hanem inkább add fel magadat. Mondjuk, hogyha feladod magadat, már akkor is megöllek, mert te gonosz vagy. Felrobbantottad a falumat! Annyira izé, gonoszak ezek, nem hiszem el. Amúgy srácok, azt még külön elmondom, hogy a holnapi napon nem lesz videó a csatornámon, ugyanis mai napon kettő videó volt, egy nagyon meg egy a kicsin, és így a holnapi napon nem lesz. De ja, igazából ennyi. És ja, hogyha még nem tettetek volna meg, akkor dobjatok egy lájkot azzal, ugyanis nekem szurkoltok, és segítetek abban, hogy le tudjuk győzni a falusit, gyerünk! Valahogy meg kéne ragasztani ebbe a izébe! Gyerünk, jó, üssük, most kell ütni! Gyerünk!
Gyerünk, 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 ha megadod magad, én adjam meg magamat, na, azt nagyon nagyon elhitted, jó, ennyi vagy, na mi van, így robbasd fel más faluját, ennyit érsz, nyertünk, nyertünk, megöltük, ennyit érnek ezek a gonosz emberek, a gonosz falusiak, azok mindig csak veszteni tudnak, srácok, nem tudom mi legyen a faluval, mert újraépteni nagyon-nagyon nehéz lenne, vagy keresünk egy új falut, vagy nem tudom, várost, vagy valami, ezt döntsétek el ti a komment szekcióba, de hogyha tetszett a videó, akkor dobjuk egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. És, ja, nagyjából ennyi, találkozunk legközelebb, és sziasztok!